Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Ez egy szombati vlog. Azért választottam most ezt a napot, nem hétköznap, de nagyon sok dolgot fogunk csinálni. Táncverseny, ruhás próba lesz meg, elmegyünk barátainkhoz. A dolgunk az, hogy hajat mosunk, olyan sminket kell csinálni, hogy ilyen fehér, ez ilyen főpróba lesz, meg nézzétek! Ez lesz a versenyruhánk, és én nem bontottam ki. És nagyon kíváncsi vagyok, de kapcsolok zenét. Oké. Okay. Jövök. Ó, ez nagyon jól néz ki. Remélem nem lesz túl nagy. Ez volt a legkisebb, én meg nagyok között táncolok. Nézzük a pólót. Hát a póló így néz ki. Szabad nekem ilyet fölvennem? Meddig fog ez így felérni, mert ennek az a lényege, hogy itt felérjem. Most még nem ettem, szóval eszek. Nézzétek! Már ettem egyébként. Tegnap nőnap volt. Kaptunk ilyet így az osztályba. Meg tulipánt apumtól. Hajat mosok. Átöltözök és smink. Mert megyünk a tánc verseny próbára. Most tegnap bevizeztem ezt. Felvettem egy ilyen kis Harry Potteres pólót. Pedig nem is nézek Harry Pottert, és nem is olvastam meg semmit. Amúgy akarom. Harry Pottert 10 per 3-asra értékelitek, mert megéri-e kiolvasni azt a sokat, amit nem. Pontozzátok le a kommentbe. Hajam mostam. Felpróbálom a versenyes ruhát. Olivia Rodrigónak kijött már az új zenéje? Aha. Jó, ezt így nem hallottam. Na jó, erre nem számítottam, hogy ez ilyen jó lesz. Jó, kimondhatom, hogy soha nem volt még ennél jobban passzoló, ennél jobb ruha rajtam. Mármint még sose öltözködtem úgy, mint egy 16 éves. Ez nagyon jól fog kinézni. Nagyon várom a versenyt, hogy mi... Oh! Apa? Azt a mindenit! Hogy tetszik, Lau? Na, anya, hogy tetszik? Na, ameddig én itt most nem is sminkelni fogok, addig el fogom mesélni, hogy mi történt tegnap a lábammal. Hát ilyen. Tegnap apa szépen megkért, hogy menjünk, mert menni kell ilyen izommanipulátor, de tök jó hangzott, mondom, jó, akkor jól fog tenni a lábamnak. Úgy fájt. Nagyon kedves volt a bácsi, de úgy fájt, hogy az nagyon durva, ilyen köpölyezték a lábamat. Nem akarom újra átérni azt az érzést, hogy 10 percig azok a kis pontok ott húzzák össze az egész lábamat, és ott a bőr már úgy éreztem, hogy elszakad. Volt jó, és inkább olvastam, ugye ott a masszív székben, ugye nem voltam rá felkészülve, azt hittem, hogy ilyen kis masszívra megy minden. Utána beültünk pizzázni pubba, ugye ez tegnap volt, pénteken. Túléltem, de érdekes élmény volt. Ezzel kész vagyunk, alapot megcsináltam. Én nagyon sokat szenvedtem ezzel. Le van lakkozva, de a sminkemmel annyit szenvedtem. Nem látszik rajta, és nem is olyan szép, de nagyon sokat szenvedtem vele. Tívák vagyunk, Laura? Igen, itt van a címkét. Várj, van ollom. Megoperál. A szám nem annyira tetszik, de mi így tudtuk megoldani, mert nincsen más ilyen fehér cucc, amivel szánkat lehetne csinálni. Thank you.
Most ugye lakos a fejem. Szét fogom bontani. Most ez nagyon tetszett ez a próba. Igen, így néz ki. Erre most szükségem lesz. Szívesen folytatnám az olvasást, de elkezdek készülni, mert 6-ra kell majd odaérnünk a buliba. Vagy nem buli, de kis baráti összejövetel. Amúgy várom, tök jó lesz. Öcsikét szépen kihozzuk, nem maradhat bent, és a kisházban van neki alom, kaja is, meg víz is. Ott szokott aludni. Ki ne menjen, mert táncolott és kiszökött. Most itt vagyunk egy társaságunknál, itt van Eszti, meg itt van Laus is. Most ettünk, és most játszani fogunk, meg bemutattam nekik a táncot. Vége felé vagyunk. Laus is ott van. Fél kettő van, és én már nagyon fáradt vagyok. Most ugye az előbb már lefürödtem, lemostam a sminket, meg fogat mostam. Ami nagyon jó volt a buli, táncoltunk, GTA-ztunk is. Éjfélkor jöttünk haza ugye taxival, most még olvasok, már el is szeretnék köszönni. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!